Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás. Kíváncsi vagyok arra, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható ez a part. Ez utal a nyilvánosságra. Lehet, hogy véletlenül ott fogtok találkozni, vagy azt is jelentheti, hogy felvállal téged, megjelentek a nyilvánosságon, meg lesz az elismerés. És hogyan tovább? Itt voltak fájdalmas emlékek, erre utal itt a korbács. Az is lehet, hogy ő megbántott téged, vagy te bántottad őt meg, és megsértődött, de az is lehet, hogy nem hiszel, ebben a szerelemben vannak negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi, vagy vannak negatív érzelmek, félelmek, bizonytalanságok, és akkor így korbácsolod saját magadat. Tedd át ezeken a félelmeken magadat, és bíz a jövőben, hiszen itt a csillagkép jelenti azt, hogy szerencséd lesz. Arra is utal, hogy minden úgy lesz a jövőt illetően, ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Az is lehet, hogy nála vannak félelmek, fél attól, hogy lesznek viták, vagy ő mond valamit meggondolatlanul, és te sértődsz meg, ezért még visszahúzódó, de a part azt jelenti, hogy találkozni fogtok a nyilvánosságon, és ez lehet egy véletlen találkozás is. Itt is látható, hogy a sors utatok kereszteződik, tehát lesz egy találkozás. Az utak jelentik a döntéseket is, hiszen mindketten elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. És most van ehhez az idő, hiszen a csillagkép azt jelenti, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni, és itt látható a mozgás, előre mennek az események, ez jelent változásokat is. Vagy az is lehet, hogy itt a nyilvánosságon találkozol valakivel, és ez a lovas férfi nem rá utal, hanem egy másik férfire. Itt a kulcs jelenti a magabiztonságot, légy magabiztos. Itt találkozásról van szó, változásokról, lesz mozgás, előre mennek az események, itt van a nyilvánosság, ez láthatóvá tesz valamit. Akkor is, ha vannak még fájdalmas emlékek, mégis itt van a szerencse, és ez a hajó jelenti a reményt. Ez a hajó utalhat külföldi kapcsolatokra, vagy utazásra is, ahol itt lesz mozgás, lesznek változások. Amit a hajó még jelenthet, egy belső út, egy lelki kapcsolat kettőtök között. És a kulcs, az jelentheti a magabiztonságot, de utal arra is, hogy ezzel a kulccsal lezársz valamit, és ezzel a kulccsal ki tudsz nyitni valamit. Ezek a lehetőségek. És itt ez a mozgás jelenti akkor ezeket a változásokat. Ez kihat az életutadra. Ez lehet a hivatásod, ez lehet a párkapcsolat, vagy egy költözködés. Itt van hozzá a remény. Ez a kártya jelent utazásokat, vagy egy látogatást, külföldi kapcsolatot is jelenthet.
Azon kívül, amikor itt egy utazásról, tehát egy belső útról van szó, és megjelenik hozzá a csillagkép, ez jelenthet egy olyan kapcsolatot is, hogy megvan köztetek a telepátia, megvan a vonzalom, hiszen lelkileg ti összetartoztok, és ez itt a biztonság, biztos lehetsz abban, hogy így van, és ezzel a kulccsal kinyílik itt egy új ajtó, itt lesznek akkor ezek a lehetőségek, hogy változások legyenek, a sors utatok kereszteződjön, és le tudj zárni olyan dolgokat, ami fájt a múltban. Hiszen itt van a szerencse, a fordulat, a remény, ebben megbízhatsz. És ez volt a szerelmi jóslás. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel.